A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, mint ahogy az ország összes oktatási intézményében dolgozó pedagógus számára is maradandó lesz a most befejeződő tanév, hiszen a megszokott technikákat, oktatási formákat átírta az élet, pontosabban a vírus járvány. Volt, akinek ez volt az utolsó tanéve az intézményben. Milyen ma pedagógusnak lenni? Erről beszélgetünk az iskolától búcsúzó Oberlander Sándornéval, a többszörösen kitüntetett pedagógussal és a tantestület legfiatalabb tagjával, Weisz Péterrel. Ez a kérdés, hogyha újra kezdhetném? Ugyanezt csinálnám, feltéve egy ilyen biztos háttérrel mögöttem a család. Tehát a szüleim, édesanyám, férjem, gyerekeim, a gyerekeim a mai napig nagyon figyelnek rám. A másik, én nagyon szerencsés vagyok, mert itt volt tanítványaim, a kollégák. És ezt is belevenném a buliba. Tehát nagyon jó érzés úgy bejönni iskolába, hogy tudom, hogy csukott szemmel számíthatok emberekre. Ugye egyetemen találtam akkor már inkább ki, hogy történelemmel hova tovább. Ott úgy gondoltam, hogy egy számomra legalábbis egy változatosabb, aktívabb munka a tanári, mintha mondjuk levéltárba a kutatóként próbáltam volna mondjuk elhelyezkedni. Elején volt nagyon furcsa, tehát még amikor először tanítani kezdtem még egy korábbi iskolában, akkor volt, hogy mentem a folyosón és első óráimon, és ugye próbáltam valamiféle tekintélyt megteremteni, és úgy végigmértek, hogy ez tanár, és hát ez nem volt mindig teljesen egyszerű, hogy tényleg szinte egykorú diákjaim voltak, vagy éppen tanítottam olyanokat, akikkel korábban együtt fociztam, és nyilván ez egy kicsit új helyzet volt, hogy egy tanárdiák viszonyt kellett így kettőnknek felépíteni. Most már úgy gondolom, hogy ez kevésbé okoz problémát, most már ugye van több mint 7 év rutinom ebben. Én akkor a tanári pályám elején találtam úgymond azt ki például, hogy én kölcsönösen magázódni fogok a diákokkal. Akkor úgymond abból a célból, hogy érzékeltessem, hogy ez alapvetően egy ilyen hivatalos munkakapcsolat közöttünk, még hogyha jóban is vagyunk, de ez nálam működött, így aztán mai napig ezt megőriztem. Nem kell mindent megtanítani. Tehát az elején talán az volt a legnagyobb hibám, hogy mindent meg akartam tanítani. És most már sokkal lassabban és hangsúlyozottan a kreatív probléma megoldó gondolkodás fejlesztésére fordítom az energiáimat. Ez most független attól, hogy ki milyen képességű. Tehát a képesség fejlesztése sokkal tudatosabb, mint a pályám elején. Tehát módszerekben változtunk igazából. Pitagorasz tétel az ugyanaz volt, deriválni ugyanúgy kellett 37 éve ezelőtt is, de a módszerek azok nagyban változtak. Nem rosszabbak a mostani gyerekek, mint a régiek, vagy mi voltunk, vagy bármi. Más módszerek kellenek hozzájuk, sokkal nagyobb türelem kell, sokkal nagyobb elfogadás, sokkal nagyobb szeretet, és bátran ki kell mutatni, hogy érezzék, hogy itt vagyunk és segítünk. Ami még nagyon változott, régen nem volt szabad hibázni, most már szabad hibázni. Tehát meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy szabad hibázni, és abból tanulunk. Úgy gondolom, hogy annak, hogy viszonylag még azért közelebb vagyok hozzájuk korban, megvannak, hát főleg az előnyeit élvezem most már, hogy talán egy kicsit könnyebben tudok közel kerülni hozzájuk, és ha megvan a közös hang, akkor a munka is könnyebb. Talán azt gondolják, hogy könnyebben megértik azokat a helyzeteket, vagy éppen azokat a hobbikat, amiket ők űznek. Tehát azzal, hogy így be tudok dobni egy-kettő olyan kulcsszót, amit még értek a világukból, egyre kevesebbet, azzal úgy gondolom, hogy kicsit könnyebben megnyílnak. Nem. Azt gondolom, hogy a tanári pályánál készülni kell. Tehát a tanárnak egy jó edzőnek kell lenni, én azt gondolom, aki lehet, hogy nem is tud úgy futni, mint a diákjai, de tudja azt, hogy a diák hogy tud gyorsabban futni. Másképp készülök. Tehát az elején, a pálya elején még nem is voltak így feladatgyűjtemények, megoldásokkal igazából, tehát minden feladatot megoldottam óra előtt. Akkor az embernek kialakul több ezer feladat után, természetesen vagy több tízezer feladat után egy feladat megoldó rutinja, úgyhogy most már abból áll a készülés, hogy válogatom,
hogy melyik feladatokat. És akkor az tényleg tudatosan fel kell építeni ahhoz, hogy egy versenyen a gyerek meg tudja csinálni a példákat, vagy egy emelt szinten tudjon teljesíteni. Amikor ide kerültem és kicsit meg voltam szeppenve, akkor éreztem, hogy kollégák is nagyon alám nyúlnak és besegítenek, és elmagyaráznak mindent, és aztán amikor osztályfőnök lettem, és úgy éreztem, hogy úristen, erre én még nem állok készen, akkor is azt tapasztaltam idősebb kollégáktól, hogy mindenben megkönnyítik azt, hogy akadálymentesen vegye, és ez a mai napig mondjuk így van. Tehát az osztályomban nagyon sokszor kérdezik, hogy tanár úr, ezzel mit kell csinálni, hova kell küldeni, mikorra kell beadni, és nekem jellemzően ugyanaz a válasz rá, hogy nem tudom, de mindjárt megkérdezek valakit, és szerencsére így ki vagyok segítve. A legnagyobb öröm, amit a pályafutásom alatt láttam, az egy kettes képességű diákom 4-es érettségiekor, amikor a nyakamba borult, és sírva megköszönte. És a nagyon nagy örömöket láttam versenyen is, tehát egy 98%-os emelt szintű dolgozatnak nagyon tud örülni a gyerek, de számomra nem egy, pláne egy versenynél nagyon-nagyon jó a cél, hogy elértük az eredményt, nem az a nagy élmény. A nagy élmény a gyerekekkel az együtt gondolkodás. Tehát amikor versenyző diákommal készülök, tehát jönnek az ötletei, tehát sokkal egyszerűbbek és frappánsabbak is akár, mint az enyém, akkor nagyon sokat tanulunk egymástól, és ez egy nagyon jó dolog. És amikor egy ilyen egy csoportban van mondjuk ilyen diákból 2-3 gyerek, az nagyon inspiráló, hogy úgy kell bemenni órára, hogy egy feladatra 2-3 megoldást viszek, és akkor, amikor elmondom a harmadikat, akkor már látom, hogy kész a negyedik, meg az ötödik náluk, és ez nagyon előrevívő dolog gyereknek is, és szerintem tanárnak is. Amikor én voltam végzős, akkor sem volt, azt hiszem, ez a népszerűség lista élén tanári pálya. Hát most így már úgy számolok, hogy már több mint 1000 diák ment át talán a kezem közül. Most volt ebben az évben azt hiszem az első olyan, aki kifejezetten tanárnak szeretne menni. Tehát egyértelmű, hogy nem tolonganak a fiatalok a pályán. Önmagában az is, én most így lassan 32 vagyok, és még mindig a legfiatalabb tanár a tanáriban. Szóval nem ideális helyzet ez. A más szakosokkal is nagyon jól együtt kell tudnunk dolgozni. Tehát egy tanítványunk, aki közgázra akar menni, neki kell a töri meg a matek. Akkor az nem jó, hogyha csak töriből jó és matekból nem, de az se jó, ha csak matekból jó és töriből. Tehát nagyon együtt kell tudnunk dolgozni a kollégákkal. Nagyon oda kell figyelni. Nagyon sokszor a fiatalokban ugye lehet, hogy sokkal hamarabb el tudják fogadni, mi rágódunk azért sok dolgon. Szerintem talán többször, mint kéne. És bizony nagyon sokszor jó tanácsokat kapunk, és praktikákat megoldani. Meg hát hála az égnek nyitva van az ajtó, az igazgatói ajtó, és nagyon sokszor rögtön a problémával bemehetünk, és rögtön együtt megoldjuk. Tehát ez rettentő fontos, nem, hogy tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül egy problémával. Vannak nehéz dolgok, tehát természetesen itt egy gyerek-szülő-tanári hármasnak kell működni. Ez természetesen nem szabad idealizálni, ez nem működik mindig. Tehát itt ez a kamaszkor amúgy is nagyon sok problémát ad a gyerekeknek eleve, és ebbe szerintem segítenünk kell, meg kell próbálnunk segíteni igazából, az a cél. Nem bántam meg. Vannak persze pillanatok, amikor elbizonytalanodik az ember, hogy na ezt biztos így kellene. Azt szokták mondani, hogy pont 7 év az, ami ilyen vízválasztó szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy most így 7 évnél vagyok, jelenleg úgy gondolom, hogy a helyemem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mi pályánkon én megtanultam azt, hogy meghallgatok mindenkit, és megpróbálom elfogadni a dolgokat, természetesen a saját igényrendszerem, amit enged, azt beleveszem.